Szintén napirendelőtti felszólásra jelentkezett az MSZP képviselője, Harangozó Tamás, Tiszteletet a budapestieknek címmel. Parancsoljon, képviselő úr! A szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Budapest közel 150 éve lett az ország egységes, fejlődésnek induló virágzó fővárosa. A három különböző város egyesülésének jelképe a Margit szigeten álló szoborkompozíció, amelyen a három egybefonódó nyaláb magasra törő lángoszlopot alkot. A mai napon a Fidesz által napirendre kért Budapestet érintő törvény után ezt a szobrot is szét lehet szedni, már nem három, hanem 23 részre. A budapesti polgárok, tisztelt képviselőtársaim, kötődnek a kerületi lakóközösségükhöz, de kötődnek a közös fővároshoz is. Büszkék a kerületükre és büszkék a budapesti létükre, a budapesti lokálpatriotizmusukra is. Az eddigi önkormányzati rendszer ezt a kérdést tükrözte. Az ügyeiket helyben intézni képes kerületi önkormányzatokon túl volt egy olyan fővárosi közgyűlés, amelynek megválasztása ettől független volt, és ami garantálhatta azt, hogy bizonyos ügyeket a kerületi részérdekek nélkül is ettől függetlenül lehessen intézni. Az önök által beterjesztett törvényből ez a szempont teljesen elvész. A budapesti polgárok ugyanis az egyik kerületben laknak, a másikban dolgoznak, a harmadikban bevásárolnak, negyedikben, ötödikben akár a családtagjaikat, barátjaikat látogatják. Ha belegondolunk, nincsen közlekedési eszköz például, amelyik egy-egy kerületben jár körbe-körbe, és hány olyan beruházást tudnánk mondani az elmúlt időszakból, akár a 150 évből, amelyik nem jöhetett volna létre, ha ez a város kizárólag 23 különböző kerület érdekeinek egymás feszüléséről szólna csak. Ami borzalmas a törvényben, az többek között a választójogi rendszer átalakítása is, hiszen nagyobb aránytalanságok jönnek létre ebben a törvényben, mint amilyenek eddig bármikor a magyar választójog történetében voltak. Abban a tekintetben ugyanis, hogy mennyit ér egy szavazópolgár szavazata. Az AB döntése szerint önök még ez alapján írták át a választójogi törvényt az országgyűlési választások tekintetében, és írták át a körzeteket. Érdekes módon itt nem zavarja önöket, hogyha ez a törvény így elfogadásra kerül, akkor egy belvárosi választópolgárnak ötször annyit ér majd a szavazata, mint mondjuk egy angyalföldié, és további aránytalanságokat csak feszíti, hogy még a belvárosi polgároknak lassan csak azzal kell szembenézniük, hogy a szobrok elöntik lassan a kerületet, és Kalambó után Petrocelli és Kocsek is már lassan szobrot kaphat, addig azért a külvárosi kerületekben konkrétan az emberek még azzal küzdenek, hogy egyáltalán van-e betonút, vagy van-e csatornázás a városrészükben. Tisztelt országgyűlés, ezen túlmenően szemmel látom a Fidesz szereti és dédelgeti a kamupártokat is. Szeretném önöknek mondani, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az itt a parlament előtt tartott beszámolójában nem arra hívta fel a figyelmüket, hogy terjesszék ki ezt a teljesen abszurd és teljesen korrupt rendszert a budapesti választásra is, hanem nyíltan felhívta írásban is az országgyűlés, hogy szüntesse meg a többes ajánlás rendszerét, amelyik 100 milliókat juttatott kamupártoknak, és amelyik lehetővé tette az állampolgárok adataival való visszaélést, amiben jól tudjuk, még mindig nyomozás folyik, ennek az eredményéről persze semmit nem tudunk. Azonban ezt a törvényt megnézzük, akkor szemmel látható, hogy ez a javaslat beleillik nem csak abba a képbe, hogy a Fidesz kényekedve szerint módosítja a választási törvényeket, éppen milyen közönkutatásokat olvasott az előtte lévő héten, és milyen politikai céljai vannak éppen, hanem az is látszik, hogy ennél több tovább megy, szeretné megszüntetni azt a budapesti közösséget, amelyik érdemi ellensúlya tudna lenni a kormányzásának. Erre készül. Ehhez asszisztál önöknek Budapest erős kezű megmentője szerepében tetszelgő Tarlós István főpolgármester is, hiszen semmi nem mutatja jobban a gyengeségét, mint hogy meg sem szólalt az elmúlt napokban, miközben egy debreceni és egy belvárosi pártársa vihorászva jelentette be sajtótájékoztatón a főváros de facto megszüntetését. Az új jelszó: mindenki annyit ér, ahol lakik. Tisztelt képviselőtársaim, adódik a kérdés, mit tegyen egy olyan ellenzék, amelyik a tavaszi választásokon megmutatta, hogy itt a fővárosban érdemi kihívója tudna lenni a Fidesznek. Küzdjünk, vagy ne küzdjünk. Mi azt képviseljük, hogy küzdeni kell itt a parlamentben is, küzdeni kell azon kívül is minden jogi és politikai eszközzel. Nem magunkért, hanem polgárok jogaiért, és azért, hogy a 150 éves főváros ne legyen áldozata az önök politikai gátlástalanságának.
Ezért a köztársasági elnökhöz fogunk fordulni, és kérni fogjuk, hogy kérje a törvény előzetes normakontrollját. Ha ezt nem teszi meg, és önök mégis elfogadják a törvényt, akkor képviselőtársainkhoz fogunk fordulni, hogy aláírásukkal tegyék lehetővé, hogy közvetlenül az Alkotmánybírósághoz forduljunk. Végezetül a polgárokhoz közvetlenül is fordulni fogunk, hogy küzdjenek ők is közösen jogaikért, városukért, Budapestért. Együtt üzenjük a Fidesznek, tiszteletet a budapestieknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattuk.